Császtok, hát lennék veletek újra. Hát mit mondjak nektek? Hát mai nap így teltem, így telik el, unalmasan. Egy-két gondolatot összeszedtem, borsultam, rágcsálok. Hát hogy mondjam nektek, az egész napok így telnek el, egy-két ilyen unalmas napok vannak, unalmasabbak, jobbak. Hát még akkor olyanok, hogy délfele, akkor a cseppet olyan mozgalmasabb, akkor jobb. És akkor megmutatnám nektek a borsót, amit elültettünk a jó múltkori videóba. Ilyenek lettek. És akkor hát ezekből a kis magokból nőttek ki, amiket mutatgáltam nektek. Hát ezt magyaráztam nektek is, hogy ezt mondtam, hogy nem kell kimenni a bódba, nem kell lemenni a bódba, meg ilyenek, hanem csak ide feljön az ember, leszidegeti, és akkor utána csinál egy kis ízét, hogy mondják ott. Meg is mutatom nektek. Ilyen lett a belseje. Szép szemes ízék vannak benne. Borsó szemek. És hát ezt magyaráztam nektek, hogy nem kell mindig lemenni a bódba, hanem ugye akkor feljön ide az ember. Kiszedi a témát, ami ilyeneket, borsót. És akkor ebből kitalál mondjuk magának, hogy mit akar főzni, meg ilyenek. És akkor csak annyi, hogy egy kis mit tudom én, mondjuk például kis főzeléket mondjuk például, akkor ahhoz vesz egy kis tejfölt, vagy kenyeret vesz hozzá magának, vagy kis olajat, meg ilyenek. És akkor azzal szépen összerakja, megcsinálja, és akkor már nem kell annyira bajlódni vele, hogy ja, Istenem, hogy most mit kéne főzni, meg ilyenek, hanem hát lássátok, akkor ide szépen feljön az ember, leszedegeti, csak hát ugye azért kicsit még, ezt is még máma, még majd mai nap folyamán, ha nem fog esni az eső, de úgy látszódik, hogy be van borulva. Jó volna egy kicsit esni az eső, hogy legalább meglocsolná ezt a kis borsót. Meg lássátok, hogy van ott szőlő is. Két szőlő is van. Azok is, azt is úgy képzeljétek el, hogy kis picike kis magot ültettünk oda el, és akkor így kinőttek a levelei, kinőttek így, és akkor két-három hetenként feljöttem megnézni, akkor első picike volt, utána volt a legkisebb, legnagyobb, vagy hát picike, legkisebb, nagyobb, és akkor így felfelé elkezdett így növekedni, és akkor már csak utána már csak azt vettük észre, hogy már ilyen szép nagyok lettek a levelek rajta, kinőttek, ezen már majd egy-két hónap múlva, tám még majd izé is lesz rajta, termés, meg ilyenek, és akkor már csak másképpen fog kinézni az egész. És akkor, ja, akkor megkóstoljuk a borsót. Ilyen szép kis ízék vannak benne, borsószemek. Elég ízletes is, ilyen jó, ilyen leveses. És akkor a szőlőből azt vettük észre, hogy már ilyenek lettek elsőbb az egyik, utána a másik. Utána a borsóból is azt vettük észre, hogy azt vettük észre a borsóból is, hogy szép nagyok lettek hirtelen. És akkor hát a borsóról ennyi. Akkor nézzétek meg, hogy már idáig így kijönnek a kis levelei. Az egész szőlőnek minden. Ezt nézzétek meg rendesen. És akkor ezt nézzétek, hogy ez milyen szépen kifejlődött. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az úgy történt, hogy lehetettünk egy kis szemet. Ez kis szőlő, tudjátok, amik vannak a szőlőben, az a kis picike kis magszemek. És akkor az véletlenül így leesett, és akkor így kinőtt magától.
és akkor egy cseppet, hogy mondjam nektek, ráesett az eső, utána meg ilyenek, hát tudjátok, ilyen folyamati alapon kezdett el növekedni, és akkor milyen szép lett a levén rajta, meg ilyenek, és akkor így kezdett el így bebokrosodni, besűrűsödni, és akkor ilyen szép nagyok lesznek majd rajta az egész termés, hál' Istennek. Kinőtt? Hát jó, ezért mondom azt, hogy jó volna, hogyha esne az eső, mert akkor ezek is tudnának fejlődni, felfele, meg ilyenek, és akkor már akkor lenne nekünk akkor egy kis szőlők, skert, meg ilyenek, és akkor jobb volna. És akkor hát nézzétek meg a tájakat, amiket mutattam a múltkori videóban, akkor most ezt jobban bemutassuk nektek. Ott szoktak fent vadászni a vadászok, ott arrafele. Elkezdtek ott vadászni, akkor szoktuk néha látni az őzeket, hogy szaladgálnak jobbra-balra, futkároznak, meg ilyenek. És akkor hát ezt veszük észre, vagyis hát amikor én ide feljövök, hogy mindig látom, hogy ott mennek az emberek, akkor szoktuk látni, hogy felmennek oda a lövészár, hirtelen akartam kimondani, de mindegy a búvóhelyükre, és akkor onnan szokták kilőni a vadat, meg ilyenek, és akkor szoktuk látni, amikor felmásznak oda, mert ugye innen látható, vagy hát most nem tudom, hogy látszódik-e, mert már ahhoz képest elég sötét van, ott szokott lenni egy kis sarokba, és akkor onnan szokták arra felfele, hogy így szaladnak lefelé az őzek, és akkor ugye ki szokták lőni, meg szerintem ilyen csapdákat is tesznek le, és akkor abba bele esik a csapdába, meg ilyenek, és akkor hát ezekből lesznek a szegény állatokból a vadak, és akkor ugye, ahogy mondtam is a múltkori, itt is mondtam nektek a munkor. Ja, igen, a vadhúst, hát itt kaptuk az egyik erdésztől, mert az járt vadászni, meg ilyenek, és akkor ők adták nekünk a vadhúst, hogy csináljuk meg. És akkor, hát nézzétek meg itt ezeket a kerteket is, amiket bemutatgáltam nektek a jó múltkorába. Azok is már ilyenek lettek végig, ilyesmi. Hát ezeket is próbálgassuk művelgetni, meg ilyenek, meg vigyázni rá, és akkor itt is látható még, errefele. Látható, hogy szép virágok vannak ott. És akkor olyanok, hogy tudjátok, hogy ezeknek a virágoknak is szép ízű. Nem az, hogy hát igen, azt is szokták, hogy lepermetezik, meg ilyenek, meg lefújkálják ilyen sprékkel, meg ilyen ízékkel. De leginkább az eső kéne nekik, hogy jobban tudnának növekedni, meg ilyenek. És akkor hát akkor szebben lennének, jobb lenne, meg akkor már kifejlődne a fejükön, amit láttatok, hogy azért elég szép nagyok itten. És akkor itt is láthatóak, hogy ez is itten milyen szép, ja meg itt is, hogy milyen szépek a virágok, ugye? És akkor hát ezeknek mondom, hogy itten szépen kéne, hogy fejükre, hogy amikor esne az eső, hogy akkor szépen kifejlődnének, hogy akkor nem lennének ilyen csúnya virágok, hanem szép virágok lennének rajta, meg jó illatokat adnának ki. Akkor nem kéne, hogy izélne, hogy jaj, locsolgatni, meg ilyenek, hanem csak akkor már magától. Ja, meg gyertek, nézzétek meg még ezt a kis bokrot is. Ez is egy, ez a bokor is. Ezt is úgy képzeljétek el, hogy ez is úgy nő ki, hogy beültettem, csak így hülyeségből megnéztem egy gaja. Beültettem, és akkor megnéztem, hogy ki el fog nőni, vagy nem. Hát egyszer csak azt vettem észre, hogy ez nő ki, ez a vége. Utána látható, hogy ez, akkor itt végig szépen sorjában, és akkor ez egy szép kis ilyen ösvény bokorszerűség lenne ez.
És akkor ugye, hogy a kártot, hogy feladod a blokkordrészt, meg akkor nem kell az, hogy mindig elmenni, csak hát még igaz, hogy még itt, még egy kis lóvécska még ráférne, és erre pofozgatni teljesen, megcsinálgatni, és akkor már ez nagyjából jó lesz, meg minden. Hát, hogy mondjam nektek, ezt így enni, és akkor még beszélnék nektek egy kicsit, hogy ne ilyen rövid legyen a videó, hanem hogy tudjátok nézni. Hát még, mit beszéljek még nektek? Hát próbálok én is érdekelgetni, meglenni, ahogy tudok, meg ilyesmi. Hát ezek telnek el így a napok, meg ilyenek, így egy-két kis izé, hogy mondják, erős napsütésekkel, meg ilyenekkel, meg a borús időkkel, meg ilyesmikkel. És akkor hát ezek már kezdenek jók lenni. De tényleg még egyszer, még akartam nektek valamit mondani, hogy ezekről az emberkékről, akik írkálnak nekem a cseten, hogy és a Facebookra, hogy ilyen szar a videót, olyan szar a videót. Hát nekem azért szar a videó, de hogy vele is mondtam időzőjelben, hogy hát nem nagyon muszáj nézni a videót, nem, de mindegy, ezt hagyjuk. És akkor hát ezekről olyat akarnák nektek mondani, hogy én ezt azért csinálom ezt a videózást, hogy nektek, hogy jobb legyen, meg hogy egy kis kicsóhoz is hozzá tudjak jutni. Nem tagadom, nem akarok ezzel is hülyeséget beszélni. Hát igaz.